Sziasztok! Tavaly év végén megjelent a Leica 2V-t 8.30-as változata, most pedig megnézzük, hogy milyen újításokat tartalmaz. A képernyő bal oldalán látjátok a frissítési naplót, felettem pedig a 2V-t 8.30-as változatot. A frissítési napló, illetve az új változatnak a telepítője a Leica My World oldalunkon elérhető és letölthető. Az új verziót a CS vezérlőkre és a TS mirelemásokra fogjátok tudni telepíteni. Az új változat pedig 2023. december 5-től érhető el, minden olyan műszerre, amelynek a CCP dátuma 2023. december 1 vagy annál frissebb. Ha ennél régebbi dátummal rendelkeztek, először a CCP dátumot, majd utána lehet a műszert frissíteni. Frissítésnapló első oldalát ezzel át is néztük, a következő oldalon pedig a tartalomjegyzéket látjuk, utána pedig a telepítéshez kapcsolódó fontos információkat. Kezdjük is el az újdonságokkal. Első újításunk a ponttároláshoz kapcsolódó jelzéstárolás előtt funkció. Ha ezt aktiváljuk, úgy minden megmért pont rögzítése előtt jóvá kell hagynunk a pontszám, célpontmagasság és pontkód információkat. Ez a funkcióhoz egy gyors gomb is társul. A gyors gomb megnyomásával csak az aktuálisan rögzítésre kerülő pontnál kell megerősítenünk az információkat. Ez a funkció azoknak kedvez, akik a mérések során nagyon ritkán változtatnak célpontmagasságot, kódot vagy egyedi pontszámot. Nekik kifejezetten kényelmes ez a gyorsgombos funkció. Hadd mutassam meg! Ez beállítható a beállítások, ponttárolás, jelzéstárolás előtt parancsnál, illetve gyorsgombra is tehető, ennek a gyorsgombja magyarul a mér és ellenőriz. Nézzük is meg, hogy belemegyek a mérésembe. Beállítom a pontszámomat, az antenna magasságomat, illetve a pont kódomat. Ezt el is tüntetem, mivel hogy ezzel fogok most méréseket végrehajtani. Rögzítek egy pontot, megyek a következő mérendő pontomra, ott is mérek, megyek a következő mérendő pontomra. Itt viszont mielőtt rányomnék a mérésre, szeretnék változtatni néhány dolgon. Akkor előveszem a gyorsgombot, hogy mér és ellenőriz, ezzel a mérés megtörtént, de a tárolás előtt még módosíthatom az információkat. Mondjuk a pontszámomat növelem, az antenna magasságomat csökkentem, és a kódomat megváltoztatom. Ezt megerősítem. Következő ponton már új kóddal, új célpontmagassággal, illetve új pontszámmal kerül rögzítésre. Az ezutáni mérésemnél pedig már az új kódommal, illetve az új pontszámot, meg az új célpontmagasságot fogja használni. Jó, soron következő újításunk a gyors mérés funkciógomb. A kódcsempe nézetben, ha a kód melletti háromszögjelre bökünk, úgy a kódváltoztatással már a mérés, illetve az adattárolás is elindul. Ez gyorsabbá és kényelmesebbé tudja tenni a munkavégzést, de nézzük meg. Tehát visszateszem ugye a kód csempe nézetemet, és visszaérkezek a következő mérendő pontomhoz, és jelenleg ugye az előző pontkódommal mértem, viszont szeretnék visszaváltani az előzőre, úgyhogy már a jó helyen vagyok, és ne csak váltsak, hanem mérjek is. Megnyom ezt a háromszög gombot, és a kódváltással mérés és adatrögzítés is történt. Jó, a következő újításunk a kódinformáció testre szabása funkció. ASCII kiolvasáskor beállítható, hogy a kódinformáció oszlop ne a kódhoz tartozó kódinformációs értéket, hanem a vonalművezéskor használt vonalazonosítót és vonalgeometriai jellemzőt tartalmazza. Ez az irodai térképező és modellező szoftverek által használt pluginek, illetve makrók kezeléséhez nyújt egy kis segítséget. Következő újításunk pedig a szabad kód kereső motor kikapcsoló funkció. Ha valaki nagyon sok szabad kódot használ, akkor előfordulhat, hogy kód megadásakor várnia kell, míg a szoftver végez egy ellenőrző keresést, hogy talál-e megadott kódot, vagy sem. Ha nem akarunk várni a keresőre, kikapcsolhatjuk azt. Ezzel a gyors kód megadása után már rögzíthetjük egyből az adatunkat. Ez esetben gyorsabban, de nagyobb odafigyeléssel kell, hogy dolgozzunk.
soron következő újításunk a térfogat számítás alkalmazáshoz érkezett. Innentől kezdve könnyebben tudunk megadni és kijelölni egy projekten belül a pontjainkat, amikre térfogat számítást akarunk végezni. Lehet pontszámtartomány megadással, vagy akár egy kijelölő téglalappal is. De nézzük is meg ezt a funkciót. Belemegyek a térfogat számításba, létrehozok egy új felületet, megadok neki egy nevet, és a pontokat eddig vagy a hozzáad egyel, vagy az FN hozzáad minden tudtuk elvégezni. Most viszont már a funkciógombok mögött lesz egy tartomány kijelölő lehetőségünk is. Én most erre a depóra szeretnék egy térfogat számítást végezni, és tudom, hogy a kezdőpontom az a 201-es lesz, a végpontom pedig a 302-es. Van még itt körbe néhány pont, ami a depómérésnél szükséges lesz, de mindjárt kitérünk, hogy azzal mikor és hogyan fogunk dolgozni. Tehát így már könnyedén pontszámok megadásával, vagy amúgy akár egy területkijelöléssel is megtehetném a pontfelvételt. Területkijelölésnél figyeljetek arra oda, hogy a kiválasztó ablakot jelöljétek ki, illetve a fogaskeréknél lévő kijelölő eszközt aktiváljátok, ezzel fogjátok tudni kijelölni a pontjaitokat. Jó. A következő újításunk pedig az, hogy már határvonalat, akár egy vonal láncból is létrehozhatunk. Mit is jelent ez? Kijelöltem a pontjaimat, és határpontokat kell, hogy felvegyek. Itt vagy megint egyesével hozzáadom a pontokat, vagy az FN eszközöknél létrehozom a határvonalamat, méghozzá vonalból. Kérő, hogy válasszak ki egy zárt vonalláncot. Itt már nekem van egy zárt vonalláncom, hiszen azt már megmértem korábban. Ezt kijelölöm, és minden egyes pontot, ami a zárt vonalláncnak a része volt, az alapján hozza létre nekem a felület modellnek a határoló vonalát. Ugye készen is van a felület modellem, akár 3D-be le is ellenőrizhetem, hogy mennyire tűnik valósághűnek. Szerintem jó lesz, hisz ezt akartam modellezni. Jó, és a térfogat számításhoz még jött egy-két újításunk. Az egyik az, hogy mostantól kezdve térfogatot már lehet DTM, tehát felületmodellhez képest is végezni. Hogyha mondjuk akarunk egy depómérést, és a területünkről van egy felületmodellünk, akkor már ahhoz képest is ki tudjuk számítani a depónak a térfogatát. Az utolsó újítás a térfogat számításhoz pedig az, hogy ezt már is itt elvégezzük, így-ni, hogy térfogat számításkor, amikor kiválasztunk egy térfogatot, amivel dolgozni szeretnénk, most már lista nézetben is rendezhetjük őket, itt pedig akár könnyen tudjuk törölni, illetve a rá vonatkozó információkat is látni, elemezni, ezek alapján könnyebben keresni. Jó, a következő újításunk az adatkezeléshez érkezett, méghozzá a szűrő funkcióhoz. Adatszűrő funkció eddig is volt a Leica 2.7-en belül, de most kapod gyors elérési ikont, illetve gyors gomb funkciókat is, hogy vizuálisan illusztrálható legyen. Ezzel könnyebben átlátható és elérhető lesz ez a funkciónk, de nézzük is meg. Eddig az adatnézet szerkesztésen belül az FN szűrőgombbal tudtuk elérni a szűrő funkciót. Mostantól kezdve már ide fent lesz egy szűrő ikonunk, amire ha rábökünk, elérhetjük ezt a funkciót. Én most megadok egy pontszám tartomány általi szűrést, amivel ugye leszűrtem minden egyes pontomat, és csak azt hagytam benne, az újonnani méréseket nem, csak azt hagytam benne, ami mondjuk a depómérésemhez kellett. Mostantól kezdve már a munka bal alsó sarkánál látni fogjuk, hogy ennél a munkánál bizony van egy szűrő, amit alkalmaztunk. Gyors gombok közül pedig van egy adatszűrő visszaállítása gombunk, amivel egy gombnyomásra minden eddigi adatunkat vissza tudunk állítani, hogy ne legyen szűrő alkalmazva ennél a munkaállománynál. Jó. Igen, a következő újításunk pedig az alagút alkalmazáshoz érkezett. Ennek részleteiben nem megyünk most bele, mivel a felhasználók túlnyomó többsége nem használja ezt az alkalmazást Magyarországon.
Soron következő újításunk megint csak az adatkezeléshez kapcsolódik. Innentől kezdve készíthetünk biztonsági mentést a műszerünk beállításairól könnyedén, formázás esetén pedig automatikusan a legutolsó biztonsági mentés alapján kerül visszaállításra a Leica 2 héten belüli beállításaink. Ezt a beállítás, eszközök, memóriaformázás, biztonsági mentés gombbal fogjuk tudni elvégezni. Jó. Az utolsó újításaink pedig az AP 26 használó ügyfeleinknek készültek. A képernyő felső részén egy indikátor jelzi innentől kezdve az AP 20 dőlésérzékelő stabilitását. Minél zöldebb ez az indikátor, annál stabilabb minél zöldebb ez az indikátor, annál stabilabb és annál erősebben sikerült a kalibrációt megoldanunk. Hogyha nem annyira zöld ez az indikátor, akkor a kalibrációt még érdemes folytatni, ameddig be nem lépünk ebbe a tartományba. A másik újítás az AP20 felhasználóknak, hogy a folyamatos mérés, amit mérés vagy kitűzés közben alkalmazunk, amellett már az FN mögé rejtett beállítás, illetve eszközök, parancsok is elérhetőek. Eddig meg kellett állítani a folyamatos mérést, hogy valami beállítást vagy valami eszközt elindíthassunk, ami kényelmetlenebbé tette az AP20 használatot, hiszen minden egyes folyamatos mérés stoppolás után újra kellett kalibrálni az eszközt. Innentől kezdve a beállítást, illetve az eszközöket már elérhetjük anélkül, hogy az AP20 dőlésérzékelőt ki kelljen kapcsolni, illetve utána újra kalibrálni kelljen. Végezetül, de nem utolsó sorban, egyemberes robot kialakítású mérállomás használatakor az F1, F2 és F3 gombokon lévő mérés, távolság és tárolás parancsok elérhetőek az álláspont meghatározáskor is. Ezek eddig a mérés funkción belül voltak elérhetőek, mostantól viszont már az álláspontnál is lehet őket használni. Ezzel kényelmesebb és könnyebb lesz a tájékozás egyemberes robot kialakítású mérállomások használatakor. Ezeken kívül még tartalmaz a frissítési napról néhány kisebb hibajavítást, amit az utolsó oldalakon lehet elolvasni. Jó. Ezek voltak a nagyobb újításaink, és Leica 2 hét 8.30-as változat frissítési naplója ennyit tartalmazott. Remélem tudtam mutatni hasznos és érdekes dolgokat. Amennyiben felkeltettem a érdeklődéseteket, és szeretnétek ezt az új változatot használni, keressetek nyugodtan, illetve hogyha a CCP dátumotok engedi, akkor telepítsétek nyugodtan az eszközeitekre. A következő találkozásunkig pedig sziasztok!